Na és itt van egy jó ideje nem látott pöti championunk, ugye volt az a gurtni akármi neki. Kezelve van krémmel. Érzékeny volt a gurtninál? Na hála Isten. Na az a jó, lesz három. Szépen galocsos el is indulhat, de nagyon lassan. Volt padikba. Na szép lassan az egy helybe, ha bírt. Pötti Champion, várom a három kancát és a Stolent. És sajnos az a bajom, hogy ki lett adva, vagy 12-20-ra a gyerekeimért kell mennem. Úgyhogy ez van. Ez van. Úgyhogy nem értem, mert ugye anyuci dolgozik, mert nem ide tartozik ez a duma, de mindegy. Anyuci dolgozik. Hát én nem. Mindegy, megyek értük, mert imádom a gyerekeim, hogyha mehetek csak. Jó. Tehát még öregek közül lesz nem a Red, a Pisztrás és a Pavel Csődi és a Markasz. Ez 100%. És aztán volt már egy pár csikó, meg még lesz egy pár csikó. Na ott is megy a izé. Ott megy a mondd a nevét. Pisztrás. Palkó, gyere a Pavel Csődivel! Hallod? Pedig volt padikba is. Jó van, papika, nyugodj le. Csak leteszi most már magát, jó lenne. Szépen dolgozzon. Ez az, így nagyon jó. Holnap már megyünk. Hát az idő engedi, nem tudom, mi lesz holnap. Mond itt mínusz 8-akat, 6-okat, 7-eket, nem tudom. Ki kéne menni a télire. Most hirtelen nem akarom padikba, azért nincs leállítva, mert azért mentem a padikba. Csak hát ott nem kell felnyergelni, nincs ott a gurtni. Már semmi neki, úgyhogy megyegetett ám ő. Sokszor még sokat is. Igen. Igen. A puci. Jó. A gondod, megfordulhatunk a másik kézre. Drágám, indulhatsz is. Hát a padikba is mennyit megy, tudod? Jó van, hagyj kentrézen, holnap téli. Micsoda szép az ég alja. Miért feteje nem? Viszont tényleg gyönyörű. Meg kell, hogy mondjam. Na jó van, drágám, én lerakom, haladjál itt, majd jönnek a többiek is. Addig hagyj kentrézzen.